A 20. alkalommal megrendezett kistarcsai napokhoz idén is Európai Uniós program kapcsolódott. Az Európa a polgárokért elnevezésű projekt keretében 11 országból 34 fő érkezett a kistarcsai konferenciára. A mai találkozó az Európa polgárokért program keretén belül zajlik le, és a Kistarcsa Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a konzorciumban. A főpályázó egy szicíliai önkormányzat, a Gerace Siculo községnek a önkormányzata, és a pályázat címe Interkulturális dimenziók az európai aktív állampolgárságért. A pályázatnak a lényege, hogy a 12 résztvevő ország állampolgárait aktív részvételre, a részvételre a politikai életben ösztönözzék. És ezt különböző helyi akciókkal, illetve nemzetközi akciókkal érik el. A programhoz Magyarországon kívül Németország, Bulgária, Észtország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Belgium, Franciaország, valamint az Egyesült Királyság csatlakozott. Hál' Istennek nem először látunk vendégül külföldieket, illetve az Európai Unióból nemzeteket. Úgyhogy van már benne némi rutinunk, igyekszünk majd megfelelő vendéglátók, jó házigazdák lenni. Thank God this is not the first time we're welcoming guests from abroad within the framework of Europe for Citizens program. So we're going to try to accommodate your needs as much as possible. Reméljük, hogy az IDLC programban kölcsönösen megismerjük majd egymást, feltérképezzük egymás előnyeit, és ezek mentén további kapcsolatokat fogunk tudni építeni. A konferencia résztvevői a köszöntőt, valamint a projekt bemutatását követően angol nyelvű előadásokat hallgathattak meg. Az Európai Parlamenti Képviselők befolyása az Európai Parlament döntéseire címmel, melyet a kisebbségek és azok hatása az Európai Uniós döntéshozatalra című prezentáció követett. A konferencia ebédszünetében a magyar gasztronómiával ismerkedhettek a vendégek a kistarcsai nosztalgia étteremben. Jól emlékszem, ez a negyedik alkalom, és úgy néz ki, hogy még elég sok ilyen nemzetközi találkozót kell szerveznünk, mert több Európai Uniós, illetve Visegrádi 4-es pályázatokban is sikeresek vagyunk, úgyhogy várjuk a további kihívásokat. Nem könnyű feladat ez nekünk, mert általában ezeket a fesztiválokat, illetve a nemzetközi találkozókat a fesztiválokhoz igazítjuk hozzá, így hát előtte meg kell szerveznünk a nemzetközi találkozót, ami nem könnyű, mert ugye a repülőgép transferektől kezdve a szállásig, az ellátás, az étkezés biztosítása, a program biztosítása, és ez mellett ugye szervezni kell a helyi kistarcsai lakosságnak is a fesztivált, például jelessen a kistarcsai napokat. A pályázat mennyire írja elő, hogy mi legyen a program, és mennyire van önöknek szabad kezük abban, hogy a vendégek jól érezzék magukat? A pályázat 80%-osan előírja, hogy milyen programokat kell szervezni. De azt jelenti, hogy a konferenciák, illetve a workshopoknak a leszervezése, ez kötött. Ez mellett tudunk természetesen szabad programokat is biztosítani, mind a jelenlegi konferenciánál és az internáló tábornak a bemutatása, a helyi kultúra, helyi hagyományoknak és a magyar gasztronómiának a bemutatása, illetve egy kis, arra is van lehetőség, hogy egy kis táncos zenésestet szervezünk a résztvevőknek. A Nemzetközi Szakmai Nap résztvevői a délutáni konzultációt követően látogatást tettek a volt internáló táborba Gacsályi Ádám pedagógus vezetésével. Olyan helyen vagyunk most, ami Magyarországon egyedülálló módon maradt fönt. Az ilyen és az ehhez hasonló táborokat a kommunista diktatúra teljesen eltüntette a földszínéről. Ez a tábor azért maradt meg, mert a mindenkori kormányzat katonai, illetve börtönfunkciót szánt neki, 1930-tól gyakorlatilag napjainkig. 100 ehhez hasonló tábort hoznak létre, amiből ez az egy maradt meg ebben a formában. A társadalom minden rétegéből, az egyszerű parasztól, a értelmiségek zárnak be ide embereket. Embertelen zsúfoltság volt a jellemző. Mindennaposak voltak a verések, a kínzások, az éheztetések. A változás ez a Sztálin halála után 1953-ba következik be. Az internáló táborokból az emberek zömét kiengedik.
De a diktatúra az tovább folytatódik, ami az 1956-os forradalomba torkollik. Nagyon fontos leszögezni, hogy az egyetlen megmaradt internáló tábor az egész országban, amelyből körülbelül 100 volt eleve. Nyilvánvaló, hogy nekünk egy fajta küldetéstudatunk is van emiatt, hogy ezt meg kell őrizni a utókornak tanulságul, és azt a hiánypótló szerepet kellene betöltenünk, amelyet sajnos a történelemkönyvekben meghagytak nekünk. Magyarul a középiskolai és magasabb szintű történelmi tanulmányokban sem látjuk kellő súllyal megjeleníteni a 20. századnak ezt a sötét foltját, amelyben sajnos városunk igen jeles szerepet töltött be azzal, hogy itt volt ez az internáló tábor. De ez ettől még letakadhatatlan, és nyilvánvalóan miután páratlan a maga nemében, ezzel mi próbálunk élni a lehetőséggel ebben a kvázi katasztrófa turizmus programban. És a nyugatiak számára én azt vettem észre, hogy körülbelül azt jelenti nekik, amikor elkezdünk mesélni a tábor történetéről, mintha akár Auschwitzról vagy egyéb szörnyűségekről beszélnénk, amely a 20. századi történelemhez hozzájárul, és ezért van érdeklődés, és egyre nagyobb érdeklődés van. És nyilvánvalóan, amikor ilyen pályázati programok vannak, és megjelennek a külföldiek, akkor mindig megmutatjuk nekik, amit az internáltábori emlékei kialakításával kapcsolatban éppen aktuálisan a legjobbnak és a legtartalmasabbnak ítélünk. Úgyhogy most is ott tartunk, hogy a pince helyiséget a parancsnoki épületben sikerült kipofozni, abban egy alkalmi kiállítást nyitni, és egy szakavatott idegenvezetéssel, ha úgy tetszik, bemutatni ennek a történelmét, és azt látjuk, hogy igen, mély nyomokat hagynak a külföldiekben, tehát van ennek létjogosultsága, és ezt szeretnénk majd továbbfejleszteni azzal, amikor majd megépül ebben az épületben a városi könyvtár és az emlékhely egyben, és akkor Kistarcsára vélhetően vagy jönnek olyan céllal is, mint ma az Andrássy út 60-ba, vagy esetleg a Recski táborba, vagy egyéb helyekre. A konferencia a Csigaházban megtartott esttel zárult, ahol a vacsora elfogyasztását követően a Kék ne felejts népdal köré énekelt szlovák dalokat. Sej, mama moja, vegy mi orszú moje, semmi prinyom vel mej dobre budje, nie budjem ja prinyom nis drobje vagy, lem racuban je szupnicske noszje vagy. Sej, mama moja, meg aj, váz, vijari. Kecse, szadi, zalapu, vidali. Trüpel, isztje, aja, trüpel, gúdje. Csosza, rossz, prühátje, ajtak, jehovú. A Pannonia Néptánc Együttes fergeteges műsorral lepte meg a vendégeket, majd táncház keretében ismertette meg velük a magyar néptánc alapjait.
szögezzük le, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk ebben a műfajban, hiszen gyakorlatilag azt hiszem a harmadik, negyedik komoly EU-s pályázaton indulunk sikerrel, illetve nyerjük meg. Az eredeti alapgondolat az volt, hogy a rendezvényeinket, amelyek eleve adottak, tehát a fesztiválok, azokat próbáljuk meg színvonalasabbá tenni ezeknek a pályázatoknak a segítségével. De aztán, amikor megismerjük a partnereket, akkor kiderül, hogy ez egy rendkívül szertágazó, nagyon sokszínű program, amelyben nagyon sokféle lehetőség is van, és mi most ezeket igyekezünk feltérképezni, hogy a város javára miket és hogyan tudnánk kiaknázni. A mai napon is számos új partnert ismertünk meg, hiszen körülbelül 10 európai országból jöttek ma is vendégek, akik az eddigiekhez képest újak, tehát új kapcsolatépítési lehetőségeket rejtenek magukban, amelyek bármilyenek lehetnek oktatási, kulturális, akár gazdasági célú együttműködések is. Ezeket most próbáljuk meg föltérképezni, egymást jobban megismerve, gyakorlatilag folytatni majd ezeket a programokat. És már is van olyan résztvevő, aki a következő saját pályázati programjába bevet bennünket társ partnerként, amelyben megpróbáljuk tovább fokozni és fejleszteni ezeket a kapcsolatokat. A következő nemzetközi találkozó egy visegrádi 4-es találkozó lesz, amely június közepére fog esni, még a 100%-os pontos dátumot nem ismerjük, csak úgy nagyjából satszoljuk. Ez mellette augusztus 20-án is lesz egy újabb nemzetközi találkozó a Kakasfőző Fesztivállal egybekötve.